voltak olyan pontok, amikben meghallgattuk egymást, alapvetően az álláspontokat megismertük. Az a komoly követelése a szakszervezetnek, hogy január 1-től az új rendszer ne kerüljön bevezetésre, abban nem tudtunk partnerek lenni. Én úgy látom, hogy szükséges ennek a folyamatnak a gyors vezénylése, többek között azért is, hogy aztán be tudjuk vezetni az életpálya modellt a pedagógusoknak, tehát ebben az ügyben nem tudtunk egymáshoz közeledni, megállapodtunk egy új időpontba. Én mindenképpen szeretném, ha az üzenet megérkezne a pedagógusokhoz, hogy nekünk fontos az a teljesítmény, amit ők nyújtanak, és szeretnénk, ha az minél jobb lenne, és amennyiben az életpálya ügyben, illetve a béremelés ügyben valakinek vitája van a másikkal, akkor nem nekünk van egymással vitánk, hanem az Európai Unióval van vitánk, hiszen ők kérik ennek az összegnek a zárolását, és egyelőre nem tervezhetjük be ezt a költségvetésbe. Én bízom benne, hogy eljön a pillanat, amikor a magyar költségvetés olyan állapotban lesz, hogy megjelennek azok a plusz források, amiket mi már látunk ebben. Azt tudom ígérni, hogy a pedagógusok lesznek az elsők. Az a tény, hogy a kormány Balogh Zoltán miniszterről a mandátummal jelölte ki ezeknek a tárgyalásoknak a lefolytatására. Ez ad egyfajta optimizmus okot körenkben, szakbizottság köreiben. Azt látjuk, hogy van olyan szándék, amelyik azt mutatja, hogy a kormány megegyezésre, bizonyos szinten megegyezésre törekszik velünk. Reméljük, hogy ez a szándék ez valóban komoly, mert az az első rigid nem, ami elhangzott a mai napon a január 1-i dátum felfüggesztésével kapcsolatban. Ezt a lelkesedésünket, a lelkesedésemet egy kicsit lerohasztotta. Ebben a kérdésben valóban nem közeledtek az álláspontok, de miután érdekünk a közoktatási rendszer hatékony működése, ezért mi felajánlottuk, hogy azokat a módosító javaslatokat, amelyek segítenének ezt a rendszert működőképessé tenni, ezt csütörtökig el fogjuk küldeni. A másik nagy tárgyalási csomag a pedagógus, úgymond pedagógus életpálya modell, ami közel sem csak keresett növekedésről, hanem munkaterhekről szól, pedagógus minősítési rendszerről szól, és foglalkoztatáspolitikai kérdései vannak, hozzáteszem. A közoktatási intézmények állami fenntartásba vétele is magával hoz egy foglalkoztatási kérdést, amire még mai napon az idő rövidsége miatt teljes mértékben nem tudtunk kitérni, de remélhetőleg szombaton 10 órakor, amikor a tárgyalások folytatódnak, akkor erre is sor kerül. Ez azért nagyon fontos, mert ma a közoktatási intézményben kollégáinkat leginkább a munkahely elvesztésének a félelme az, ami izgat, és ebben a kérdésben reményeink szerint szombaton fogunk tudni olyan tárgyalást folytatni, ami a kollégákat meg fogja tudni nyugtatni.